Új épület ékesíti Máté Szalka cínevégi város részét. A közösségi házat a napokban adták át. A településen zajló integrációt segítő komplex teleprogram keretében készült el bruttó 210 millió forintból. Ennek semmi más értelme a mi olvasatunkban nincs, mint az, hogy az itt élőket is szeretnénk jobban integrálni a város közösségébe, úgy, hogy méltó módon ünnepeljék például közösségi rendezvényeiket, akkor, hogyha össze akarnak gyűlni, akkor, hogyha bármilyen olyan esemény van, ahol egy közösségi tér szükséges. Ezt a közösségi teret teremtettük meg most a napokban. Egy romos épületet újítottak fel, a közösségi tér mellett pedig egy lakást is kialakítottak a leendő gondnok számára, aki a biztonságra és az épület megóvására fog majd vigyázni. Utóbbi célt kamerák is szolgálják. A beruházás eszközbeszerzést is magában foglalt, új bútorokkal szerelték fel a házat, amelyben a mosási lehetőség is biztosított. A modern közösségi teret a későbbiekben a helyi cigány kisebbségi önkormányzat használhatja különböző programok szervezésére. Az embereknek is egy örömet tudjunk okozni, tehát akár olyan istentiszteleti jellegű, mert én pásztor is vagyok, már 21 éve, és nagyon nagy csodálatos áldásokat jelent ami számunkra, hogy az emberekkel kompromisszumban tudunk lépni, és együtt meg tudunk beszélni nagyon sok dolgokat. Mint az átadón elhangzott, Máté Szalka fizikai megújulását, a közösség megújulása is követi a településen. Ez pedig fontosak az ilyen terek és épületek is.